Nem tartozom azok közé, akik azt kívánják, hogy a magyar nép újra fegyvert fogjon, bevesse magát egy eltiprásra ítélt felkelésbe. Az 1956-os szabadságharc pillanatait a Versegi Ferenc gimnázium diákja idézték fel a Városházán, ahol a forradalom ma is köztünk élő hősei, illetve az egykori résztvevők leszármazottjai gyűltek össze. Ezelőtt 62 esztendővel, amikor Európának ezen a részén, amely szovjet megszállás alá került, nagyon komoly feszültség alakult ki, nagyon különleges helyzet alakult ki, amikor is a ránk telepedett külső hatalmak politikai akaratát, akaratukat végrehajtva egy olyan ellenállásba ütköztek, amelyre talán maguk a megszállók sem gondoltak, hogy be fog következni. A forradalom résztvevői bátorságukkal és hazaszeretettükkel mindenkorban követendő mintát nyújtanak. Nagyon jól tudjuk, hogy itt is nagyon komoly események valósultak meg. Nagyon komoly kockázatot vállaltak azok, akik ki kiálltak a Kossuth térre, és az ott elhangzó, szabadságot ígérő gondolatokat hallgatták, hogy milyen óriási kockázatot vállalnak nem csak maguk számára, családtagjaik számára, barátaik számára is. A megemlékezés végén a forradalom ma is köztünk élő szolnoki résztvevői mellett az egykori nemzetőröket is köszöntötték.